Üdvözlök minden kedves nézőt, én Cebelian vagyok, és ebben a videóban bemutatok nektek egy tök, illetve dinnye farmot, amit itt láthattok is mellettem. Először bemutatom, hogy hogyan működik, és utána megépítjük együtt. Ugye ide van ültetve egy dinnye mag, ami ki van növesztve, és abból ugye ide nő erre a fölblokkra mindig egy dinnye blokk, és amint oda kinő, kilöki azt a fadeszkát egy pisztonblokk, és az kiüti a dinnyét, ami belesik a tölcsérbe, ami beleadagolja a ládába a dinnyéket. És ha tököt rakok oda, akkor ugyanez történik, ugye kilöki a piszton a fadeszkát, az meg kiüti a tököt, és az belekerül a ládába. Na, hogyan is működik ez? Na, kiütöttem pár blokkot, hogy jobban átlátható legyen ez a kis szerkezet. Na, megpróbálom egyszerűen elmagyarázni nektek. Az a lényege, hogy ugye ez a redstone jelismétlő ad ebbe a blokkba jelet, és a kidobóba ugye kell jelnek mennie, hogy kidobja a benne lévő itemet, és hogyha emellé a kidobó mellé, vagy fölé, vagy alá blokk kerül, akkor kerül bele jel. Ez most nem tudom, hogy bug, vagy ez direkt van így, de ezért így kerül bele jel. Tehát, hogyha mondjuk most ide rakok egy blokkot, akkor ugyanúgy működésbe lép a kidobó, és beledobja a tölcsérbe az itemet, ami ugye magába veszi, és ezért ebbe a redstone komparátorba ad jelet, mert ha tölcsérben van egy akármilyen item, a redstone komparátorba ad jelet, ami ad jelet ebbe a redstoneba, és az ad jelet a ragacsos dugattyúba, ami kilöki ezt a fadeszka blokkot. És az is egy fontos dolog még, hogy a redstone komparátor egy pillanatra elveszi ebből a redstone fákjából a jelet, ami ebből a redstoneból és a redstone jelismétlőből elveszi a jelet, ami belemegy a tölcsérbe, mert ha a tölcsérbe éppen jel van, akkor az nem bírja kiadni magából az itemeket, de hogyha nincs benne jel, akkor visszabírja adni a kidobóba az itemet, és amíg elmegy a jel, addig visszarakja bele az itemet. Tehát ez így nagyon jól, tök jól ki van találva, és akkor meg is mutatom, hogy hogy kell ezt megépíteni. Legelőször fogtok két földblokkot, azokat lerakjátok, az egyik mögött kiüttök egy blokkot, mellé leraktok egy vizet, hogy belefolyjon abba a blokkba, erre a vízre nem is lesz már szükségünk, helyett ide rakjuk a tölgyeszkát, ez ilyen segédblokk lesz nekünk, aztán fogtok egy kidobót, hoppá, ide, az egyik földblokk fölé kettővel rakjátok, az elejére egy tölcsért, és itt amerre folyik a víz, onnan a harmadik blokkra raktok egy segédblokkot, arra egy redstone-t, a fölé még egy blokkot, arra egy redstone fákját, és arra még egy blokkot, ide föl a redstone-hoz képest átlóba egy blokkot, erre egy redstone komparátort, ide egy ragacsos dugattyút, és ide egy másik ilyen segédblokkot, ide is egy sima blokkot, ide egy redstone jelismétlőt, ide egy sima segédblokkot, egy redstone-t, és a tölcsér tetejére is egy sima blokkot, és fogtok egy teljesen mindegy milyen itemet, belerakjátok a tölcsérbe, de csak egy darabot, és működésbe is lépett a mi kis szerkezetünk. Ha ugye lerakunk ide egy blokkot, akkor azt ugye kitolja onnan, próbáljuk ki dinnyével, azt is szépen kitolja. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomd rá egy lájkot, és ha szeretnél még ilyen redstone szerkezetről szóló videót, akkor azt írd meg kommentbe, én Cebelian voltam, sziasztok!